Sok szeretettel köszöntöm nézőinket, és stúdiónk vendégét dr. Tonka Gábor régészt. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagy örömmel, köszönöm szépen. Minden hónapban igyekszünk találni olyan Budakalászon élő személyiséget, aki valamilyen szempontból érdekes. Valami olyat csinál, ami talán nem mindennapi, és azt hiszem, hogy a régészetre is mondhatjuk ezt. Elmesélni, hogy hogyan lett régész? Szerette a történelmet? Mi vonzott el? Nekem egy kicsit speciális történetem van, mert általában az emberek úgy lesznek régészek, hogy gyerekkorukban érdekli őket a történelem, és sokakból megfordul ez a gondolat, de aztán mégis is kevés ember választja ezt a hivatást. Őszintén szóval én gyerekkorban nem akartam régész lenni, sőt nagyon is utáltam a régészetet, mivel hogy a szüleim régészek, illetve régész volt édesanyám is, és hát engem vittek mindig ásatásra, és hát ez egy idő után meleg volt, és hát kellemetlen volt, úgyhogy én biztos voltam, hogy nem is leszek régész, szüleimnek nagyon örültek egyébként, mert ők se szerették volna, hogy régész legyek, úgyhogy igyekeztek ilyen természettudományi irányba terelgetni. Egy darabig ez sikerült is, de aztán csak visszajött a dolog, és hát úgy, nem tudom, 18-19 éves koromban akkor elgondolkoztam, hogy hát tényleg mi is az, ami engem legjobban érdekel, és csak a régészet volt az, úgyhogy én egy elég későn fordultam ilyen módon a régészet felé, annak ellenére, hogy egész gyerekkoromat hát bizonyos mértékig meghatározta a régészet. Most így visszagondolva, milyen hivatások voltak még, amik egyáltalán szóba jöhettek, mielőtt a régészet mellett eldőlt a dolog? Hát én egy darabig geofizikus szerettem volna lenni. A vulkánok érdekeltek meg ilyen dolgok, de aztán kiderült, hogy hát azért a geofizika az nagyrészt az ilyen nyersanyagkutatás valójában, és hát annyira azért mégsem kötött le, és hát csak érdekesebbnek találtam a régészetet. Volt azért valami olyan a kisgyerekkorból, ami meghatározó élmény volt, ami aztán döntött 19 évesen? Hogy mégis... Pontosan azt, a gyerekkorom azt nem tudom, hát az árpási ásatások azok biztos, tehát szinte minden nyáron édesanyának volt egy római kori ásatása árpás határában, és hát minden nyarat ott töltöttünk, ez biztos, hogy meghatározó volt, de hogyha egy kicsit poénra szeretném venni a dolgot, akkor elmondanám azt, hogy 4 éves koromban győri káptalandomban beleestem egy mély gödörbe, és attól kezdve a szüleim mindig beraktak a legmélyebb gödörbe, onnan nem fog leesni. Úgyhogy lehetséges, hogy a gödörbe töltött idő volt a meghatározó ebből a szempontból, nem tudom. Ezért ez egy elég összetett szakma, tehát nagyon sok tudományterületbe kell egy kicsit belekóstolni. Jól gondolom ezt? Hát igen, ráadásul én hát egy olyan szakterületet választottam a késő középkor és a korújkor régészetét, ami ugye a régészeten belül azért egy késői korszaknak számít, és ebben a korszakban már nagyon sok másfajta forrás is van, és ezeket is kell valamennyire egy régésznek is használnia, tehát mint egy történész, a levéltári forrásokat is kell ismerni, néprajzi analógiákat jó, hogyha az ember ismer, művészettörténet bizonyos ágai is szükségesek, úgyhogy ez tényleg egy elég komplex dolog. Néhány évvel ezelőtt Budakalászt választották az otthonuknak, és hát aztán a város is adott feladatot. Ez mennyire volt egy különleges dolog, hogy ahol él, ott kutathat, mennyire volt? Hát ez nagyon speciális felállás, hát nem, nyilván ez nem szokásos, hát én is több száz kilométerre szoktam általában dolgozni az otthonomtól. Hát ez egy ilyen szerencsés körülállás volt. Őszintén szóval nem semmiféle ilyen ismeretem nem volt akkor, amikor ide költöztem a Kálvária mellé Budakalászon, hogy itt van egy régészeti lelőhely. Tetszett a hely, meg olyan tényleg volt egy kis kisugárzás, de én nem néztem meg a régészeti topográfiát, hogy itt tényleg régészeti lelőhely van, ez csak később derült ki számomra is. És az meglepő volt, amit találtak végül? Vagy mekkora izgalom volt ez, hogy úristen, itt lakom pár házzal arrébb, és mi mindent rejt a föld? Hát az az igazság, hogy amikor ott elkezdtünk beszélgetni erről, közben valahogyan kezemben, hogy meg nem tudom, megnéztem Budakalásznak a régészetét is, mert ez mégiscsak az ember, ahol él, azt egy kicsit ismerje meg. És akkor hát feltűnt, hogy hát tulajdonképpen ismert régészeti lelőhely, és akkor kezdtünk el beszélgetni itt a város vezetőségével, akit hát mondjuk itt csak úgy szomszédként ismertünk. És hát így végül is lehetett tudni, hogy ott van egy lelőhely, pontosan nem lehetett tudni a templom elhelyezkedését, pontosan nem lehetett tudni, hogy milyen korú, mennyi minden van meg belőle, de volt ott már egy kisebb ásatás korábban, úgyhogy nem teljesen a semmiből bukkant elő, de az, hogy ennyi mindent rejt a föld, ez meglepetés volt mindenképpen.
Miért éppen Budakalász lett az otthon? Ugye utaltunk már rá, hogy néhány esztendővel ezelőtt történt a dolog. Honnan érkezett hozzánk? Én ugye győri vagyok alapvetően, ami ugye Kisalföld egy elég sík városa, de valami furcsa vonzódásom mindig volt a dombok és hegyek irányában, és Észak-Kelet-Magyarországon is elég sokat dolgoztam, talán épp ezért, vagy véletlen hozta így, és valahogy az a táj, amelyik egy kicsit hát változatosabb, az a szívemhez közelebb áll, és hát ez volt az egyik ok biztos, hogy ide költöztünk. Nyilván a főváros közelsége és a jó közlekedési lehetőségek, ezek befolyásolták ezt a döntést. Sikerült valóban otthont találni a városban? Hát én azt hiszem, hogy igen, most már elég régóta itt vagyunk ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy elég sok ismerősünk, barátunk van már. Egy kicsit a családjáról tudhatunk meg valamit? Hát három gyerekünk van, még elég kicsinyek, 9-6-4 évesek, olyan aranyosak, kedvesek, és elég sok feladatot adnak. Hát ezeknek a feladatoknak az oroszlán részét szegény feleségem látja el. Én amennyit tudok, persze próbálok segíteni. Hát küzdelmes, küzdelmes, de szép dolog. Amikor Tonka Gábor éppen nem dolgozik, akkor családozik? Hát igen, akkor ha nem dolgozom, akkor is dolgozom, de hogyha mégsem dolgozom, akkor családozom, igen, alapvetően igen. Tehát különösebben más hobbira nem futja az időből. A Magyar Nemzeti Múzeum főigazgató helyettese is, azért ez egy kicsit messzebb került attól a műhely munkától, amit a régészet jelent. Igen, igen, ez így van, tehát sokkal kevesebb időm van például ásatásokra, így tavaly nem is voltam egyáltalán ásatáson, idén remélem egy kicsit azért bele tudok ismét kóstolni ebbe, de hát ez egy bonyolultabb és sok más szakterületet is felölelő feladat, úgyhogy az adminisztráció itt, ami elviszi az időjavát. Hogyha egy visszagondol a pályafutására, melyik lelet az, amire a legbüszkébb? Vagy mi volt a legérdekesebb a sok-sok lelőhely közül, ahol hát volt? Szerintem a legérdekesebb dolog, azt nem én találtam, hanem azt a szüleim találták, az említett Árpás mellett, az egy római kori kis város volt, amit a népvándorlás korban is még, hát legalábbis romként még használtak, és egy hunkori mondjuk herceg, vagy egy előkelőnek a sírja került elő aranytárgyakkal. Ez mindenképpen lehet, egyébként ez is egy ilyen meghatározó gyerekkori élmény. Hát amelyiken jelen voltam, tehát ez volt a legértékesebb, úgymond, lelet. Hát sok ásatást tudnék mondani. Őszintén szólva, mivel én nem azzal a korszakkal foglalkozom, ahol ezek a kincsleletek olyan nagy számmal előfordulnak, inkább település régésznek tartom magamat, és hát engem például izgalomba tud hozni egy olyan szemét gödör, amelyik lehet, hogy egy laikus mondjuk különösebben nem dob fel. De mondjuk a budakalászi ásatáson is voltak olyan leletek, amik kifejezetten érdekesek voltak. Például a festett üvegablak töredékek azok egészen meglepően magas színvonalúak voltak, tehát ilyesmiket tudnék sorolni talán. Amikor nekiáll egy munkának, elkezd kutatni, akkor ilyen ismeretlen, váratlan dolgok örömet tudnak okozni? Vagy tehát milyen lelki állapotban van a régész akkor, amikor? Nyilván, mert hát nekünk kívülállóknak ilyen kincskeresésnek tűnik a dolog. Igen, igen, azért ez kicsit más, tehát a régészetnek tulajdonképpen nem az a lényege, hogy most kincset találunk. Persze nem örülünk, hogyha kincset találunk, de igazából a múltra nyitott kis ablakok, azok nem csak a kincsekből állnak, hanem azokból az apró kis részletekből, hogy egy-egy tárgy hol és hogyan helyezkedik el, milyen rétegben van. Tehát ez egy elég aprólékos megfigyelést igényel. Tehát, hogy milyen lelkiállapotban a régész, hát persze, hogyha valami olyan izgalmas dolog kerül elő, akkor nyilván felfokozottan, de azért igyekeznünk kell ezt nem elengedni az érzelmeinket, hiszen hogyha előkerül például egy lehet, akkor az a régész nem kikapja azonnal és nézegeti, hanem az szépen körbe tisztítja, és ott abban a helyzetben, ahogy volt, ott úgy igyekszik megtartani és úgy dokumentálni, mert a régészet olyan speciális kutató munka, amelyik elpusztítja nagy részét annak a vizsgált tárgynak. Nem akarok ebbe így belemenni, hogy ez mihez hasonlítható még, de az biztos, hogy egy nagyon felelősségteljes munka épp ezért, mert nem lehet megismételni. Tehát, hogyha mi feltárunk egy lelőhelyet, azzal az ott jelenlevő információnak nagy részét el is pusztítjuk. Ezért minél több mindent, amit csak tudunk, azt igyekszünk dokumentálni, hiszen az újra már nem ismételhető meg. Azt mondta az előbb, hogy település régésznek tartja leginkább magát. Ez alatt pontosan mit ért? Hát a falvak, városok ásatását, várakat, én elég sok várban kutattam, tehát
kevésbé a temetőket, azokat kevésbé érzem közel magamhoz. Falakat, rétegeket, ilyesmiket, elsősorban ilyesmikkel. Kerámiával foglalkoztam elég sokat, kályhacsempékkel, reneszánsz kályhacsempékkel, általában a korói-kori, tehát ez a 16-17. századi, mondjuk az, hogy törökkori kerámiával, pipákkal, például a cseréppipák. Cseréppipák ugye 17. században jelennek meg Magyarországon, és például ezzel is foglalkoztam, egy érdekes kis témája a régészetnek. Cseréppipa? Akkor egy kicsit mondjam valami érdekességet róla, mert tényleg jól hangzik. Az ilyen dohány egy amerikai növény, és ahogy ez Európába került, akkor elkezdett terjedni a dohányzás. Ugye először ezt még nem tudták, hogy ez vajon káros vagy hasznos, és nagy viták is voltak, hogy hát ez gyógynövény, és hogy mennyi minden betegséget lehet megelőzni dohányzással. Így vagy úgy, de minden esetre elterjedt egész Európában a dohányzás, és két irányból terjedt valójában. Az egyik ugye ez az atlanti irány, a másik pedig délen gyakorlatilag a törökök közvetítésével. És Magyarországra egyszerre ért nagyjából ez a két irány, tehát nyugatról ez az atlanti irány, illetve délről ez a mediterrán irány, ez nagyjából egyszerre ért ide, és egy rövid ideig, mondjuk a 17. században mind a két faj, ez két különböző, egészen különböző pipa típust is jelent. A nyugati típus az egybe van, ami ilyen holland típusú pipa, a holland festményeken gyakran lehet ezt látni. A keleti típusú meg egy ilyen hosszú fából készült száron egy kis cserépfej, tehát egészen más jellegű. Most ez mind a kettő jelen volt egy darabig Magyarországon, de aztán a török típus kezdett el dominálni, és a magyar pipa típusok végül is ebből a törökből alakultak ki. Na bocsánat, hogy egy kicsit így belementem ebbe a pipa kérdésbe. És a pipa kérdésen kívül vannak még kedvenc témák? Hát most például foglalkozunk a habán kerámiákkal. Ugye ezek ilyen ómázas kerámiák a 17.-18. századból, és hát ezeknek elég nagy művészettörténeti irodalma van, hiszen ezek szép tárgyak, gyűjtők gyűjtötték már évtizedekkel, vagy akár 100 évvel ezelőtt is. Ugyanakkor ugye a régészeti leletek között is előkerülnek ezek, tehát azt próbáljuk most éppen vizsgálni, hogy vajon mennyiben más az, ami a földből kerül elő, és mennyiben más az, ami a gyűjteményekben fennmaradt. Nyilván a díszesebb darabokat válogatták ki inkább, és azok maradtak fenn éppen, míg a tömegtermelés az inkább, ami megjelenik a régészeti leletek között. Na de most már azt hiszem eléggé untattam a hallgatókat mindenféle szakmai kérdésre. Szerintem pedig még sokáig hallgatnák. Most még annyit áruljon el, hogy a nyáron lesz ásatás, hova megy, és ha igen, akkor hova? Szeptemberben lesz egy kis ásatásom, ha minden igaz, a Szendrői Felső Várban. Ott már évtizedek óta vannak ásatások, és gyakorlatilag be kéne fejeznünk egy korábban félbehagyott épületnek a kutatását. Gyerekek viszi azért időnként magával? Ásatásra? Hát a saját példámból okulva nem nagyon. Korábban azért, amikor még nem voltak iskolások, akkor még ezt lehetett, de most már ez nehézkesebben működik. És örülne neki, ha régészek lennének, vagy nagyon nem? Mutatnak egyáltalán érdeklődést a történelem, illetve ez irányt a tudomány iránt? Hát még kicsik, most még minden iránt mutatnak érdeklődést, és még bármi lehet. Hát elképzelhető, bár van egy ilyen családi hagyomány nálunk, hogy két generációnként változik a foglalkozás. Ugye édesapám is régész volt, és én is régész lettem. Aztán erdőmérnökök voltak, és így ment kettesével változott mindig a foglalkozás, úgyhogy ha ez a hagyomány fennmaradna, akkor most változnia kéne, és most egy más foglalkozás után kell nézni a gyerekeknek, de hát ezt még nem tudjuk. Nagyon szépen köszönöm, Gábor, hogy itt volt. Kérem, én örülök neki, hogy itt lehettem. Nézőinek pedig köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!